Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetés címe Német-Orosz háború 3.0, vagy az elmúlt 77 év legveszélyesebb mondata, és hát ebből a címből azt hiszem egyértelműen kiderül, hogy a német külügyminiszter asszony hát elég nagy érdeklődést kiváltó megnyilvánulásáról van szó bár azóta egy másik, nem különben szintén elég érdekes megnyilvánulást is átélhettünk. Ez a NATO katonai vezetője, aki egészen egyszerűen azt mondta, hogy a NATO készen áll Oroszországgal való konfrontációra. Ahogy a Móriszka vicc mondja, na már csak ez hiányzott. De az abszurdítások világában élünk, talán magunk sem gondoltuk, de nem volt elég képzelő erünk, hogy ennyire abszurd lehet a világ. Na, többször beszéltünk erről. Az egyik naplóbejegyzés örkény Istvánról, vagy talán kettő és is, örkény Istvánról szólt, vagy az ő művei kapcsán az abszurdról talán ő maga se gondolta, hogy a valóság majd az ő novellá, a legabszurdabb novelláinak abszurditását is felülmúlja, vagy alulmúlja. Majd, de még mielőtt erre sor kerülne két szolgálati közlemény. Az egyik, hogy, hogy pénteken vagyis február 3-án délután 6 órakor, 18 órakor. Itt Szűke Pátrián van, Budafok Budatétényben, a Rózsakerti Közgazdasági Középiskolának az aulájában fogok előadást tartani éppen a háborúról. Ha valakit érdekel, hát ez értelemszerűen inkább a budapestieket érinti, nagyon szívesen látom, de majd látjátok itt, azt hiszem rajta lesz ezen a, a videón a meghívó, tehát február 3-án pénteken 18 órakor a 22. kerületi közgazdasági középiskolának az aulájában fog a háborúról előadást tartani, mindenkit szívesen látok. A másik, hogy nagyon köszönöm a rengeteg, nagyon bölcs, nagyon kedves bejegyzést a, a Tamással kapcsolatos magádnaplóhoz kapcsolódóan. Igyekszem okulni belőle, hát finomítani kell azért majd még ezt, de inkább megerősítettétek, a béli törekvésemet, hogy néhány ilyen, hát azt hiszem hogy a magyarok többsége által ismert személyiséggel, valaha létezett is már nem élő személyiséggel valaha létezett személyes kapcsolatomnak a szellemi mély szerkezetét megértő be ajánljam, ahogy említettem, Csep követően három valóban éhte politikus lenne, de én nem elsősorban a politika felől igyekszem majd a hozzájuk való szellemi kapcsolódásomat megvilágítani. Antal József, Csurka István és Pozsga Imre lenne az a három személy, akikről hát majd úgy havonta egyszer egy ilyet talán nem vesztek e, rossz néven. Alapvetően támogatóak voltak a bejegyzések, bár rengeteg jó tanács, bölcs tanács érkezett. Nagyon hálásan köszönöm a megerősítést is, meg a jó tanácsokat is, tehát mindenféleképpen szeretném majd folytatni. De most egy, hát legalábbis látszólag aktuális témáról fogunk akkor megint beszélni, ráadásul. Eh, hát ez értelemszerűen megint a háborúhoz kapcsolódik, ahogy Gizella ugye énekli a István a királyban, hogy jaj, de unom a politikát. Hát igen, azt hiszem vagyunk egy páran, így csak úgy látszik a politika, meg nem annyira un minket, mert egyre vérfagyasztóbb történésekkel bombáz a folyamatosan, hát most már tulajdonképpen az egész világot, tehát ebben az értelemben véve, de hát ez többé-kevésbé már hónapok óta evidencia, hogy ebben az értelemben ez mindenképpen világháború már, hogy az egész világot érinti. Egyéb iránt elég nehéz lenne nem világháborúnak tekinteni egy olyan konfliktust, amelyben valamilyen formában minden meghatározó hatalom benne van. Hát elsősorban nyilván az Európát meghatározó két kontinentális hatalom, tehát Oroszország és Németország. Németország külügyminisztere éppen most deklarálta ezt a háborút, tehát akár hadüzenetnek is lehetne tekinteni ezt a megnyilatkozását, de majd mindjárt visszatérnénk, visszatérnénk, illetve hát, mert ezzel illik kezdeni, ez a ezzel a megnyilvánulással. Tehát akárhogy is kerülgetjük, ez abban az értelemben már is világháború, hogy tehát a két Európát meghatározó kontinentális hatalom, Oroszország, Németország, közvetlenül is érintett ebben a háborúban. Az, hogy Amerika hát érintett, ezt azért nem lehet nem észrevenni. Ez alapvetően Amerika háborúja, az amerikai birodalom háborúja, és hát értelemszerűen Kína is részese mindennek többféle dimenzióban is, és akkor tulajdonképpen készen is vagyunk a világot ma alapvetően ez a négy, vagy hát Európa egészét, és hát ezen keresztül valamilyen módon a világot is ez a, ez a négy birodalom befolyásolja, illetve hát az a természetesen az őket is uraló és őket is mozgató, láthatatlan, nem létező, mert saját létezését is tagadó birodalom. Tehát azzal, kell most már szembesülnünk, hogy nem, nem, lehet, nem lehet, vagy legalábbis nem látszik semmiféle esélye annak, hogy hogy ebből ne legyen egy, egyelőre, akkor fogyek, szerint nagyon óvatosan fogalmazni, egyre súlyosabb, hogy ne váljon egyre súlyosabbá ez a háborús fenyegetés. Hogy hová fog vezetni, ezt azért nem érdemes találgatni. Egyrészt, mert merő spekuláció az egész. Legyünk őszinték, minden létező prognózis romba Nagyon sokan mondtak nagyon bölcs dolgokat már a háború kitörése előtt is, meg azóta is minden, minden elképzelés és minden prognózis romba dől. Tehát most már azt hiszem, hát ugye lassan a háború kitörésének egy éves évfordulójához közeledünk, tehát nyugodtan relax, mert senki nem csak hogy nem találta el azt, hogy mi fog történni, vagy éppen nem fog történni, hanem láthatólag senki nem rendelkezik, még csak hozzávetőlegesen sem, semmilyen elbeszélési móddal, ami akár csak közelíteni is azt a szintet, azt a szellemi szintet, ami valóságos esélyt adna arra, hogy hát többé-kevésbé azért helytálló prognózisaink jöjjenek létre. Tudom, hogy ezzel most nagyon sokat megsértettem, közületek is talán, és sokan gondoljátok úgy, ami, amihez én jó egészséget kívánok mindenkinek, is, aki tehát úgy gondolja, hogy sziklaszilát, Elképzelése van. Ez megint olyan, mint a COVID, tudjátok. Tehát arról is folyt, hogy a COVID-dal kapcsolatban is egyébként máig is nyilván nagyon sokan vannak, akik abszolút tudják a TUTIT. Én nem tartozom ezek közé, és hát sajnos a, ezt a háborút, ezt meghallom, ezt valamivel egyszerűbbnek gondoltam, mint a COVID-ot. Az egy abszolút megfejthetetlen dolog, és még egyszer mondom, annak ellenére az, hogy sokan gondolják azt, hogy abszolút biztosan tudják a, a tutit, szerintem lényegében semmit nem tudunk arról, hogy, hogy ez a COVID is mi volt. Az, hogy egy ellenünk elkövetett világháború, az nyilvánvaló, de hogy ezt. Ezt valójában, kik, hogyan, miért, mi célból és mi okból bam, bam, bam azt, azt, azt legfeljebb sejt, sejthetjük, és spekulációink lehetnek erről, csak az a baj, hogy biztos tudás nincs, és így a kiszolgáltatottságunk ennél nagyobb már nem is lehetne. Tehát amit most látunk, az az, hogy ez a háború láthatólag egyre inkább elmélyül, egyre inkább széterül, vagy terepélyesedik, egyre kevesebb esély, minden megnyilatkozás erre utal, egyre kevesebb esély van arra, hogy, hogy egyáltalán értelmezhető legyen, majd úgy a, a béke. És ennek egyébként az egyik alapvető oka az, hogy ez egy nagyon különös összefüggés, talán ebben a vetületben még nem is vizsgáltuk ezt az egész kérdéskört, hogy Oroszország az egyetlen, akinek hozzávetőlegesen van egy világos stratégiája az ügyben. Ez a stratégia egyébként már mondjuk 88-tól, erről is sokat beszéltünk, 88-tól. Kezdve világos volt, tehát az, hogy ő elkezd visszavonulni, tehát mondjuk Berlintől, hogy a keletnémet, az NDK nyugati határaitól, tehát rendben van, ugye a Gorbacsóval való tárgyalások végül is erre épültek, hogy helyes, tehát a világbékét szolgálja az, hogyha mi szépen vonulunk vissza, tehát először kivonulunk Németországból, hogy ne akadályozzuk a német egyesítést, utána kivonulunk a többi, akkor már inkább volt, mondjuk 90-től volt szocialista országból. Aztán kivonulunk tulajdonképpen mi oroszok a volt Szovjetunió, tehát akkor a balti köztársaságok, Belarusia, Ukrajna, legyen meg a középázsa, legyen függetlenek, tehát visszavonulunk onnan is, tehát vegyük észre, hogy Oroszország, tehát az orosz birodalom egyrészt három szakaszban visszavonult a megszállt Németországból, aztán a megszállt közép euró vagy köztes Európából, aztán a, a volt a Szovjetunió, tehát a Szovjet Birodalom, vagy hát tulajdonképpen Orosz Birodalom, mert hát nyilván ezek Belarusia és Ukrajna, és a, a, az Orosz Birodalomnak is részei voltak, tehát egy hármas visszavonulást hajtott végre, plusz feladta azt a azt a világ megváltó, aufklerista, hát nagyjából sejthető, hogy kik által rájuk erőszakolt, ideológikus, hogy neki az egész világot, tehát ez a bolsevizmus, kommunizmus, stb. És be akar tagozódni, és ennek érdekében bizonyíthatva mindent meg is tett, a globális kapitalizmus rendszerébe, tehát tulajdonképpen 3 plusz 1 visszavonulót, és mindezt ráadásul, hajtott végre, mindezt ráadásul alapvetően jó, jó hiszeműen, abban a no hiszen, biztos tudatban, hogy ezt a nyugat értékelni fogja, értékelte is, és azt mondták, hogy természetesen abszolút nagyra értékeljük, mindezt, és, és igyekszünk is a lehető legjobb viszonyt ezen túl, ezzel a megjavult Oroszországgal fenntartani, tehát semmiféle további fenyegetésnek, konfliktusnak helye nincs, ez nagyon köszönjük, ez így nagyon helyes, egy centivel se fogunk, vagy nincs, ugye, hogy az amerikai külügyminiszter fogalmazott, fogunk keletfelé vonulni. Ehhez képest nem ez történt, hanem ennek éppen az ellenkezője. Igenis vonult egyre kelet felé, egyre fenyegetőbben, maga a NATO is, katonailag is. Sőt, egy idő után már ebben a harmadik fokozatban, mert azt még valamennyire elviselhetőnek vélte Oroszország hogy hogy Közép-Európa, tehát ugye a két első kivonulási terepe, Németország-Közép-Európa egy, hát, akárhogy is nézzük ellenséges katonai tömbhöz tartozott, de mivel a gazdasági kapcsolatok többé-kevésbé Németországgal is, meg ezzel a köztes Európával is fennmaradtak, ezért ezt még valahogy tudomásul vette, de azt, hogy ez a belorusz Ukrajna, tehát hogy ez, ez a, szóval, hogy ez a rész is totál ellenséges, és katonailag is totálisan vele szemben állóvá legyen átalakítva, hát ez értelemszerűen már nem olyan nagy mértékben találkozott a Oroszország stratégiai érdekeivel, és innentől visszafejthető, hogy Oroszország mindaz annyit szeretne, ami akárhogy is nézzük logikailag egy viszonylag hibátlan gondolati ív, hogy ne legyen direkt módon katonailag is ellenséges, és őt folyamatosan fenyegető erő a közvetlen, vagy ország a közvetlen szomszédja. És akárhogy is nézzük, bármilyen megtöbbentő, minden birodalom azért ennyit úgy hát szeretett volna elérni, mint ahogy nyilván Amerika is szeretné azért fenntartani azt a helyzetet, hogy közvetlenül a határai mentén legyen az akár a mexikói, vagy mexikói határ, meg a mexikói öböl, ne legyenek katonailag is őt állandóan fenyegető ellenséges, hát elég nehéz lenne elképzelni, hogy ez bekövetkezzen, de mindenki természetesen tiszteletben tartaná az amerikai birodalomnak azt a azon stratégiai érdekét, hogy nem szeretné, hogyha a számára folyamatosan katonai fenyegetést jelentő ellenséges államok lennének a határainál. És mivel erre vonatkozóan nem csak, hogy semmiféle garanciát nem kapott, hanem éppen azt látta, hogy színikusan kiröhögik és az ellenkezőjét csinálják, nyugodtan mindennek. Sajnos elkövette azt a az általam változatlanul végzetes történelmi hibának tekintett ö, lépést, hogy, ö, hogy, e, hogy, ezt, hogy ennek akkor érvény, katonai erővel próbált érvényt szerezni. Ezzel, ezzel értelem, ez, tehát ez egy végzetes lépés, sajnos most már látjuk, hogy végzetes lépés, mert ezzel ezt ki akarták provokálni, és ő hagyta, hogy ezt ki provokálják, ennek következtében sajnos innentől elindultak azok a végzetes folyamatok, amelyekből most már senki nem tudja, hogy hogyan lehet kikeveredni. Amit még ehhez én sem, tehát legszívesebben valóban nem foglalkoznék többet a háborúval, csak gyerekek azért kell vele foglalkozni, mert hát azért talán annyi érzékelhető, hogyha ez folyamatosan eszkalálódik minden létező dimenzióban, akkor annak iszonyú veszélyes és közvetlen, most még közvetlenül nem fenyeget minket, bár a nyiprói polgármester verbális agressziója már kilátásba helyezte, hogy felszámolja úgy, ahogy van az egész magyarságot. Ez egyelőre csak verbális agresszió, de értelemszerűen az ilyen verbális agresszió, ilyen megnyilvánulásai mögött azok a pusztító erők húzódnak meg, amelyek ugye először a francia forradalom is csak verbális agresszióra épült, nagyjából olyan másfél éven keresztül, majd ezt követően öt év alatt mondjuk két millió francia halt erőszakos halált a a a verbális agresszió következménye következményeké. Amit még mindenféleképpen szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igen Törekszem én arra, hogy helyezzük át ezt az egészet alapvetően szellemi dimenzióba, mert látjátok, tehát ezen a szinten, ahogy a katonai szakértők megközelítik, hogy ez ilyen fegyverekkel azt lövődöz be, meg a Leopard tankok, meg az Abrams tankok, meg, meg ilyen repülőgépet, ezek persze nagyon fontos dolgok, de nem gondolhatjuk komolyan, hogy a fegyverek fogják eldönteni, azt, a, azt az alapvető szellemi problémát, hogy a világ egészet, tehát a világot meghatározó hatalmak, az a 4 plusz 1 hatalom, tehát Németország, Oroszország, Amerika, Kína és az őket mozgató nem létező birodalom azzal nem oldódik meg, tehát ez nem, ez nem anyagi, fizikai síkon zajlik ez a háború, hanem alapvetően lelki, erkölcsi, szellemi síkon. Ezt néhányszor hangsúlyoztuk már, csak most szeretnék, aztán majd meglátjuk, hogy ezt a fogadalmamat be tudom-e tartani, tehát szeretnék egy fogadalmat tenni, hogy ha foglalkozunk is a háborúval, és nagy valószínűséggel ez nem lesz elkerülhető, nagyon jó lenne, ha elkerülhető lenne az, hogy foglalkozunk a háborúval, de nem lesz elkerülhető. A fogadalmam viszont arra vonatkozik, hogy próbáljuk ezt az egész kérdéskört szellemi szinten tartani, mert ugye gyakran hivatkoztam a Nyírő József úszbencéjéből való mondatra, amit Marci bácsi a, az írás tudatlan széke, juhász mond ki, hogy a világban, úrfi, nem történik semmi. Valóban, a világban nem történik semmi, tehát hiába is próbálnánk görcsösen arra törekedni, hogy ami történik a világban, azt próbáljuk megérteni, meg a lényegét, meg a mérítegeit, ahogy szoktam fogalmazni, a világban nem történik semmi, semmi olyan nem történik a világban, ami előbb nem történt meg a lélekben. Tehát amit most átélünk, a világ egész helyzete, és azon belül ez a most már teljesen nyilvánvaló harmadik világháború, az az valójában, és a, benne a külügyminiszter asszony, ugye már erre nem is térünk, de ennyi van, úgyis hallottátok, tehát a harcias külügyminiszter asszony, az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen, valójában hadüzenetet küldött Oroszországgal, hogy mi Oroszországgal állunk háborúba, persze nem csak Németország, hanem az egész Európai, Európai Unió, Nyilván nem a véletlen műve, tehát nem a német különösen asszony, hogy ennyi, szóval van egy nagy kaliber, tehát egy szimpla, üres senki, aki, aki pusztán a végrehajtó gépezetnek egy jelentéktelen csavarja, de de ez a kijelentése, ami egyébként az elmúlt 77 év legveszélyesebb mondata, akár csak a NATO katonai vezetői is, hogy készen állunk a közvetlen konfrontációra, a NATO és Európai Unió egyfelől, illetve a Oroszország. Másfelől, tehát ezek mögött a felfoghatatlanul és végzetesen cinikus, gátlástalan és hihetetlenül veszélyes mondatok, megnyilvánulások mögött a jelek szerint mégiscsak az húzódik meg, hogy ez a bizonyos nem létező világerő a végsőkig, és ezt, ezt szó szerint kell érteni, a végsőkig akarja hajtani ezt a háborút, bármilyen áron, akár a világ teljes megsemmisülése árán is, de azért nem mondom ezt, mert akkor mindjárt ugyan már tanárórát nem, hogy lehetne már atomháború, meg egyébként nem, nem, tehát én nem a, nem a konkrét forgatókönyvet mondtam, hanem azt a szándékot, és ennek a szándéknak a legvégső és legmélyebb szellemi rétegeit kellene megérteni. Tehát azt a, azt a szándékot nem lehet nem észrevenni, hogy cinikus gátlástalanul lesz, ami lesz, nem, ér, nem érdekes, tök mindegy, hogy mi lesz, amíg csak lehet, amíg csak egyáltalán ez fizikailag értelmezhető, addig folyamatosan háborúzunk, és. Na, hogy valószínűleg csak megsemmisül egyszer Oroszország, valahogy. Azt meg nem tudjuk, hogy hogy, de valahogy megsemmisül. Hogyha ennek az az ára, hogy egész Európa megsemmisül, vagy akár az egész világ megsemmisül, hát Istenem, akkor így jártunk. Na most, és nem tudom, hát jó, lehet, hogy tévedek, majd kíváncsi vagyok a bejegyzéseitekre. Én egyre inkább így élem át. Tehát, hogy ez a bizonyos nem létező erő, és az általa közvetlenül mozgatott amerikai birodalom, amelyik azért sok szempontból változatlan meghatározója a világ anyagi, fizikai folyamatainak, az most így viselkedik. Tehát, hogy abszolút minden teljesen érdektelen, mi folyamatosan nyomulunk előre, Szándékunk viszonylag egyszerű, abban reménykedünk, hogy Oroszország majd csak megsemmisül valahogy, mert útban van, szeretnénk korlátlanul kifosztani azt a területet, és mi az, hogy az oroszok azt ott magukénak tekintik, mi szeretnénk szétmarcingolni, mert szükségünk van rá, De, és nagyjából körülbelül ennyi. És az, hogy Euróba, oroszok, Európa, vagy akár az egész világ belepasztul, és akkor Körből itt tartunk szellemileg, és megköszönve a figyelmeteket, annyit tudok ígérni, hogy ha még egyszer visszatérünk a háborúra, akkor valóban igyekszem erre összpontosítani. Tehát arra a szellemi lényegre, hogy hogyan süllyedhetett idáig az emberi létezés, és ez az igazi fenyegetés, nem az ilyen, ilyen olyan közvetlen, gazdasági, meg energia, meg egyéb, nem. Az, hogy maga az egész emberi létezés, lelki, erkölcsi, szellemi szempontból olyan szintre süllyed, ahol talán, hát ez persze, az ember nem állt, ha óvatos, talán még sose volt ilyen mélységben az emberi létezés, és ezt kell megértenünk a háborúról, ha beszélünk, és nyilván fogunk beszélni, akkor erre fogok kísérletet tenni, hogy ez mennyire sikerül, remélem a ti segítségetekkel, azért nem lesz teljesen sikertelen ebbéli kísérletezésem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.